Örökkévaló, igazságos Istenünk, olyan jó tudni, hogy Te nem akarod a bűnös halálát, bár megérdemelni, hanem meg akarod menteni az ő életét. Bocsáss meg, ha mi úgy gondoljuk, hogy az életünkkel mi magunk rendelkezhetünk, azt tehetünk vele, amit akarunk. Taníts bennünket arra, hogy megértsük és megtudjuk, életünk ideje a Te kezedben van, és a Te akaratod szerint legjobb nekünk élnünk. Hogyha hagyjuk, hogy azok, amik történnek velünk, úgy történjenek, hogy Te azt eltervezted. Segítsél hát megértenünk Jézus szavait, hogy az életünket elveszthetjük, de meg is találhatjuk, hogyha ő érte, akarjuk azt elveszíteni. Nem a magunk érdekében, nem a magunk javára, hanem nevednek dicsőségére élni kívánunk. Ezért magasztaljuk és áldjuk nevedet most, ebben az órában is. Amen.
Eszter könyvének 7. fejezetéből fogom olvasni az ígét, az egész fejezet a következőképpen szól. A király Hámánnal együtt elment Eszter királynéhoz a lakomára. A második napon megint megkérdezte a király borozgatás közben Esztertől, mit kérsz, Eszter királyné? Megkapod? Mit kívánsz, ha az ország felét is meglesz? Eszter királyné így válaszolt. Ha elnyertem a király jó indulatát, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem, mert eladtak engem és népemet, hogy elpusztítsanak, legyilkoljanak és megsemmisítsenek bennünket. Ha csak rabszolgáknak és rabszolganőknek adtak volna el bennünket, akkor néma maradtam volna, mert ilyen nyomorúságért nem illenék zaklatnom a királyt. Ekkor Ahasvéros király ezt kérdezte Eszter királynétól. Ki az, és hol van az, aki arra mer gondolni, hogy ilyet tegyen? Eszter így válaszolt. Ez a gonosz Hámán az, ami áld az ellenségünk. Akkor Hámán megrettent a királytól és a királynétól. A király pedig haragosan abbahagyta a borivást, és kiment a palota kertjébe. Hámán azonban ott maradt, és könyörögni kezdett az életéért Eszter királynéhoz, mert látta, hogy a király már elhatározta a vesztét. Amikor a király visszatért a palota kertjéből oda, ahol borozgattak Hámánt, Eszter pamlagára borulva találta. Ekkor így szólt a király. Még erőszakot is akar elkövetni a királynén itt nálam a palotában? Alig hagyta el ez a szó a király ajkát, Hámán arcát már be is takarták. Harbónál pedig a király egyik udvarnoka ezt mondta. Van itt egy bitófa is, ott áll Hámán házánál, 50 könyök magas. Hámán készítette annak a Márdokeusnak, akinek a szava a király javát szolgálta. A király így szólt, akasszátok föl arra. Föl is akasztották Hámánt arra bitófára, amelyet ő állítatott Mordokájnak. Azután lecsillapodott a király haragja. Kedves nézőim, kedves testvéreim, Eszter könyvének történései peregnek egyre tovább. A már másodszorra összehívott, csöndes és kiválasztottaknak szóló este, ahol a király és kegyeltje Hámán, valamint a királyné Eszter voltak jelen, olyan dolgok történtek, amelyek megfordították a történet menetét. Hiszen eddig úgy tűnt, hogy Hámán az a gonosz ember, aki a tisztességes és istenfélő Márdokeuson keresztül az egész zsidóságot ki akarta írtatni, és ehhez meg is nyerte a király jóváhagyását. Amikor ez a történet kiderült, Márdokeus kérésére Eszter közben járt a népéért, és rájött, hogy tulajdonképpen önmaga is népének része, tehát őrá is vonatkozik az a rendelet, amellyel a zsidóság kiirtását szerette volna elérni Hámán. Közbenjárása sikeres volt, a király azt ígérte, hogy bármit kérhet tőle, Eszter pedig már másodszorra kérte azt, hogy jöjjenek el hozzá arra vacsorára, amit készített. Ezután a megpuhított királyi szív közelébe férkőzve kívánta elmondani kérését. Ezt hallottuk az imént a felolvasott ígében, Eszter nem csak a maga életéért, hanem népéért is könyörgött. A király meglepődve hallotta, hogy az, aki az életét megmentette, halálos veszedelemben van, azáltal az ember által, akit viszont ő maga emelt maga mellé, és itt a történet fordulatot vesz, Hámán lesz az, aki elvész azon a bitófán, amit Márdokeusnak készített. Ennek a történetnek a tanulságából 4 olyan lépésben szeretnék közelíteni, amely tanít bennünket új szövetségieket is. Életemet és népemet adják nekem. Ez volt a királynő kívánsága. Egy gyönyörű és szívhez szóló bevezetéssel szólítja meg a királyt a kor szokásainak megfelelően, amikor azt mondja, vagy így szólítja meg,
hogy ha elnyertem a király jó indulatát, és ha jónak tartja a király, azt kérem, hogy. Tanulnunk kell abból, hogy Istenhez nem úgy megyünk a mi királyunkhoz, hogy pattintunk egyet az ujjunkkal, és azt mondjuk, hogy ezt kérem, és most kérem. Az a tisztelet, ahogyan a királyné az királyi férjéhez fordult, az, ahogyan körülírta és bevezette kérését, méltó ahhoz, hogy mi magunk is tanuljunk ebből, és amikor Istent megszólítjuk, ezzel a tisztelettel szólítsuk meg, ahogyan Eszter is megszólította férjét, Ahasvérus. Szóval életemet és népemet kérem, ez volt a kérésének első része, első fele. Sajnos sokan belesnek a sátán csapdájába, aki azt mondja, hogy az életed a tied, és azt teszel vele, amit akarsz. Úgy élsz, ahogy akarsz, és ez a mai világ egyre inkább hirdeti ezt különböző módon és csatornákon, egészen odáig, hogy a nemed, amit Isten adott születésedkor megváltoztatható, és jogod van ahhoz, hogy te most már másképpen élj azután. Borzasztó, fájdalmas az, ahogyan a Krisztus népének látnia kell a sátán térnyerését abban a világban, amelyben élünk. De ez van, és egyre többen hirdetik azt, hogy az életem az enyém, és azt teszek vele, amit akarok. Hasonló módon gondolkoztak a bibliai esem emberek is, például Lót, aki úgy gondolta, hogy ő neki el lehet szakadnia Ábrahámtól, és ha Ábrahám jobbra megy, akkor ő balra, pontosabban ő választott egyet, Ábrahám ajánlotta fel, hogy amerre mész, én majd másfelé megyek. Lót a maga életét tartotta fontosabbnak, mint Ábrahám társaságát, közelségét. És ebben majdnem belepusztult. Ézsau is elhagyta az ő testvérbátyának földjét, miután hát valóban átverték őt, de hát érdektelensége az elsőszülöttségi jog miatt annyira magas volt, hogy képes volt egy tál ételért eladni azt. Elment egy másik földre, ott, ahol egy népet alkotott, vagyis hát a népnek lett az atya, és pedig az edomiták atya. Hogy milyen érdekes, ebből a nemzetségből származik majd később a Jézus idejében élő, regnáló Heródes király, nagy Heródes, aki félig edomita, félig zsidó volt. Tehát valahol a két testvér, a zsidóságot folytató Jákob és az edomiták atyaként szereplő Ézsau leszármazottja volt, vagyis ilyen értelemben a gyilkosa annak, vagy majdnem gyilkosa annak, akit Isten a világ megváltójának küldött. Tudnunk kell tehát, és el kell fogadnunk, hogy aki az Isten népével nem vállal közösséget, elveszíti még a sajátját is. Jézus tanítása szerint, aki meg akarja tartani az ő életét, el fogja veszíteni. Egyetlen megoldás van, hogyha valaki az ő életét úgy veszíti el, hogy azt Jézusért teszi el. Úgy, hogy Jézusért teszi, és akkor meg fogja találni. Akkor lesz igazából élete, ha azt az életet Jézusért éli, és Jézussal. Ezt megtanulni nem volt könnyű annak a kiváltságok között élő Eszternek sem, aki talán már régóta nem érezte magát a zsidósághoz tartozónak. Sokan talán a mai gyülekezetnek tagjaiként is úgy érzik, hogy ő már régóta nem tagjai annak a közösségnek, gyülekezetnek, ahol elfogadták a Krisztust, ahol lelki otthonukra találtak valamikor a kezdetben, függetlenek és teljesen érdektelenek a gyülekezetük életével, sorsával kapcsolatosan, élik a maguk önálló hívő életét, más szóval meg akarják tartani maguknak az életüket. A történet, a Biblia történetei szerint ez nem egy járható út, nem egy hasznos út, mert aki nem vállal Isten népével közösséget, az életét sajátjának akarja, az könnyen elveszíti. Az könnyen kiesik a kegyeltségből, lelép, letér a hit útjáról, saját érdekei szerint fog élni, és ezzel Isten gyermeki státuszát nem folytathatja tovább. A zsidó nép is tulajdonképpen úgy gondolkodott, ez az Ószövetségre vonatkozik, hogy ők inkább mint nép üdvözülnek, nem az egyénre gondoltak. Ez a fajta gondolkodás átért a kereszténységre is, ahol az egyházban való hit üdvözítő erejét tartják, hirdetik, vagyis aki hisz az egyházban és tagja az egyháznak, ettől automatikusan megkapja az üdvösséget. Ezzel szemben a Biblia, Jézus azt tanítja, hogy higgy és üdvözülsz. Tehát a hit nem megkerülhető, és az életünket sem tarthatjuk meg magunknak, hanem
Jézusnak kell átadnunk, vagyis hinnünk ő benne, és akkor lesz életünk. Szeretném, hogy mindenki szívlelje meg, és tegye mérlegre a gyülekezetéhez való kapcsolatát, Isten népéhez való kapcsolatát. Milyen az? Mennyire szoros? Mennyire igaz? Mennyire valós? Mennyire van bennünk a segítőkészség, hogy azt a népet a magunk népének, a magunk nagyobb családjának tartsuk, és úgy éljünk közöttük, mint a testvéreink között. Hiszen azért is nevezzük egymást testvérnek. Eszter rádöbbent. Önmagában nem menekülhet meg. A népével együtt őt is megfogják és el fogják pusztítani. Ezért vállalta a népével a közösséget, mint egykor tette Mózes is, és tették az igazán nagyok. Pál apostol is azt mondta, hogy inkább ő kárhozzon el, mint az a szeretett zsidó népe. Tehát ezt meg kell tanulnunk Esztertől, ebből a kérésből, ennek az első mondatából, életemet és népemet adják nékem. Egy kérdés következik, amikor Ahasvérus rádöbben, hogy mi is van itt a színfalak mögött, milyen játékot üznek vele, hogy ő nem is tudja, kiről van szó, nem is tudta, vagy nem is érdekelt, hogy az ő felesége is a zsidósághoz tartozik, és azt kérdezi, ki az és hol van, akit a szíve erre vitt. Tehát leleplezést vár Esztertől, hogy akkor mondja meg, hogy ki az szó szerint, aki azt akarja, hogy őt, a királynét és vele egy egész népét kiirtsák. Eszter tehát leleplezi Hámánt, mert ez volt a király kérése. Ki az és hol van, akit a szíve erre vitt? Drága testvéreim, az ellenség nem fog jelentkezni saját magától. Hámán nem ugrott volna oda a királya elé, és azt mondja, hogy én vagyok az, a bűnt és a bűnöst le kell leplezni. Mózes 5. könyvének 13. fejezetében azt olvassuk. Ne engedj neki, ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld, ne mentegesd. Itt a bálványimádásban élők leleplezéséről szól, ezt most a saját magunk bálványimádásának, vagy istentelen életvitelének leleplezésére értem. Ne kíméld magadat, leplezd le a bűnt. Addig jó, míg az ember képes önmaga bűnét leleplezni, mert ha ő nem teszi, akkor megteszi az Isten, akkor viszont, amikor azon már nem lehet javítani. Ma még leleplezheted a bűnt, ma még helyrehozhatod az isteni bocsánat ideje, ma még él, ma még tart. Nem szabad tehát tartani, hordozni a bűnt, le kell azt leplezni. A király szerint a gonosz útra Hámánt az ő szíve vitte. Azért is mondja, hogy ki az és hol van, akit a szíve erre vitt. Jól gondolta, hiszen a szívből indulnak a gonosz cselekedetek, és ezt a későbbiekben Jézus maga is így tanítja. Volt egy nagyra vágyó szíve, ami rossz útra vezette őt. Bármilyen eszközt bevetett azért, hogy ő legyen az első a király után, és hogy azok, akik nem úgy tisztelik őt, hogy azt elvárta, a zsidó például pusztuljanak akkor. A Zsoltárok könyvének 40. fejezetében olvasjuk azt a híressé vált Remenyik Sándor verséből is ismert mondatot, és a szívem is elhagyott engem. Van úgy, hogy a szívünk elhagy, nagyra vágyásában, dicsőség kívánásában, de jaj, ha az Isten hagy el minket. A szívünk elhagyott, azt még vissza tudjuk szerezni, de jaj nekünk, ha Isten hagy el, ne hagyjuk ezt. Ne halogassuk tehát leleplezni magunkat. A Bibliában, az Zakariás könyvében van a 3. fejezet elején egy olyan állítás, hogy ott állt Jósó a főpap, és a sátán vádolta őt. Nem szabad hagyni, hogy vádpontokat tudjon ellenünk mondani a sátán, hanem mi kell leleplezzük azokat a bűnöket. Ha a szívünk rossz útra vitt, ne szigyeljük, ne féljünk megvallani azt az Isten előtt. És akkor a sátán többet nem vádolhat soha semmilyen körülmények között. Harmadszor azt látjuk, hogy ebben a kijelentésben, pontosabban amikor visszajön a király, a szíve forrott, az elméje gondolom, hogy elborult szinte és kiment friss levegőt szívni, hogy magához térjen és végig gondolva a dolgokat, pontos és jó ítéletet hozzon. Az a szerencsétlen, ha mondhatom így Hámán, könyörgő, térdeplő állapotában a királynő felé kinyújtott kezével olyan
helyzetet teremtett, amit a király belépésekor úgy értelmezett, hogy át akarja ölelni a királynét, ami hát egyáltalában csak hozzáérni is tilos volt a törvény értelmében, nemhogy megölelni, azaz elcsábítani, azaz erőszakot tenni rajta, szó akármilyen értelmében is. Ezzel aztán kiúszta a gyufát Hámán önmaga ellen, saját magát alatt vágta el a fát, és a király szavára, vagy haragjának láttára azonnal leplet terítenek Hámán fejére. Ez a korabeli szokás azt jelentette, hogy az az ember méltatlan arra, hogy a király láthassa az arcát, vagy lássa az arcát. Nem szabad még az arcát sem látni a királynak, annyira bűnös, annyira vétkes, annyira tehát ítéletre méltó az illető. Ez történt Hámánnal, leplet borítottak a fejére. Most ennek a bibliai változata az, hogy minket a bűn leple takar el, de nekünk nem szabad így az Isten elé állnunk. Isten elé nem lehet úgy állnunk, nem jelenhetünk meg a bűn leplében, halálra méltó állapotunkban. Erről szólt a megigazulás tanítása a délelőtti órában is. Nem, először meg kell igazulnunk, helyre kell állnunk, meg kell tisztulnunk Jézus vérében, hogy igaznak találjon az Isten, és láthasson, vagy színe elé kerülhessünk egyáltalában. Ézsaiás könyvének a 25. fejezetében olvasunk egy olyan proféciát, amelynek üzenete itt és most különleges tartalommal bír. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Van egy ilyen ígéret tehát, hogy Isten gondoskodik arról, hogy a bűnfátyla levéttessék az emberről, hogy leplezetlen arccal tudjunk odaállni Isten színe elé. Isten gondoskodik arról, fiában, Jézus Krisztusban, hogy az az állapot, amiben most vagyunk, ez elmenjen, megszűnjön, és úgy szemlélhessük az Úr arcát leplezetlenül, dicsőségről dicsőségre haladva. A Korintusiakhoz írt második levelében Pál apostol ezt különösen és gyönyörűen kihangsúlyozza a 3. fejezet 18. versének szavaival. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ahasvérus haragja elmúlt, vagy egy idő után el kellett múljon, hiszen a igazság, az ítélet megtörtént, az igazságtétel megtörtént. A kérdésem az viszont, hogy a mi királyunk haragja vajon mikor múlik el? Hiszen Isten, így olvasjuk, Jézus így tanítja János evangélium 3. fejezetének utolsó szavaiban, hogy Isten haragja rajtunk van az embereken. Egyszerűen úgy születünk, úgy jövünk a világra, hogy Isten haragja már fölöttünk van. Hogyan lehet ettől megszabadulni? Hadd idézem akkor igen pontosan János evangéliumából a 3. fejezet utolsó versét. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. A Ahasvérus haragja, ahogy mondtam, tehát elmúlt, hogy hogyan és mikor múlik el az Isten haragja rólunk. Na most a Biblia éppen ezt tanítja, és ez az, ami múlhatatlanul és elengedhetetlenül fontos. Isten haragja ott a hegyen múlik el, ahogy mutatta, vagy mondta az imént Ézsaiás, abban a prófétai beszédben, ahol az Isten leveszi a leplet minden nemzetről és a takarót minden népről. A hegyen, mondjuk mi újszövetségiek, a Golgota hegyén, ahol Jézus Krisztus szenvedett, ahol megtörtént az, hogy a bűneinknek terhe, az a lepel, a bűn leple átment ő rá, ő hordozta, ő cipelte azt. Ezékiel proféta pedig arról tesz említést, hogy így szól a seregek ura, élek én, és nem kívánom a bűnös ember halálát. A haragó Isten nem azért haragszik, mert pusztítani akar bennünket. A haragó Isten a bűnre haragszik, amely minket elleplez, betakar, de nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ez a Biblia üzenete. Így tehát van a nagy királynak, az örökkévaló királynak, király haragjának is elmúlása. Ott a Golgotán, ahol Krisztust megismered, megismerheted, átölelheted, és elvállalhatod azt a csodát, hogy átteszed bűneidnek terhét őre áll. A lepel, amely téged eddig Istentől elválasztott,
megszűnik lenni, és szembe állhatsz az Istennel. Végül visszatérve megint csak az alap igénkhez, az Eszter könyvének 7. fejezetéhez, ezt olvassuk a történet szakasznak a vége felé, hogy Harbóna a király fontos embere a következő ötlettel állt elő. Van itt egy bitófa is, ott áll Hámán házánál, 50 könyök magas. Hámán készítette annak a Mordokájnak, akinek a szava a király javát szolgálta. A király így szólt, akasszátok föl arra. És föl is akasztották Hámánt arra bitófára, amelyet ő állítatott Mordokájnak. Volt egy bitófa, egy akasztófa, és arra nem az került, akinek készült, hanem az, aki készítette. Valami hihetetlen, ez a bizonyos 180 fokos fordulat. Teljes megfordulás. Az került oda, aki kitalálta, vagy jóvá hagyta, és elkészítette azt a bitófát. Azt hal meg, és nem az, akinek a fa készült. Megint csak a Golgotai kereszthez megyek, mert ott is az történt, hogy az halt meg, akinek a kereszt készült, de igazából nem ő halt meg, és nem ő pusztult el, hiszen ő feltámadott, hanem annak a pusztulását hozta a keresztfa, aki felállítatta azt, aki halálba akarta Krisztust vinni. Mert nem tudta és nem gondolta a sátán, hogy van olyan erős hatalom, amely életet tud adni, és a halottaiból feltámasztani Jézus Krisztus. A Golgotai kereszt tehát Jézus Krisztus kivégzésének a helye. Mégis a Hámán, az örök Hámán, a sátán pusztult el. Jézus ugyan testben szenvedett és meghalt, ezzel a kígyó fejére taposott, ahogyan a Biblia elején olvashatjuk, Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében, az előevangéliumban, amikor Isten megígérte, hogy eljön az asszony magba és rátapos a kígyó fejére, megtörtént ez, akkor ott a Golgotán. Drága testvéreim, kedves hallgatóim, ez a harc mindannyiunk életében ott van. Küzd mindketten, vagy mindannyiunkban ott küzd az emberi akarat és az isteni akarat. A tisztaság és a szentségtelenség. A hűség és a hűtlenség. A hit és a hitetlenség. Meg annyi páros tudnék sorolni, amelyek ott harcolnak bennünk. Öldökölni akarják egymást. Pál apostol is erről tesz bizonyságot. Tudom, hogy mi a jó, tudom, hogy mit kéne tenni, de a bennem levő bűn nem hagyja, egész egyszerűen nem azt teszem, amit akarok. Ennek a harcnak nap mint nap részesei vagyunk. De íme a történet szerint az került a fára, aki azt állítatta. És aki igazán büntelen volt, aki igazán kegyeltje volt Istennek, az életben maradt. Hidd el, hogy ezt a harcot így lehet megnyerni. Aki bűnre akar csábítani téged, aki szívedet rossz indulat, rossz irányba viszi, és rossz indulatokra kelti talán, ő fog elpusztulni. De harcolnunk kell ezért. Legyen hát harcunk győztes, és az kerüljön az örök pusztulás elmébe, ahogy ezt a Biblia előre meg is mondja, aki vesztünket akarta. Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy Ahasvérus, aki csalódott az ő emberében, ne legyünk mi azok, akikben csalódik az Isten, hanem legyünk azok, akikben megtalálja a maga Márdokeusát, az igaz hitű, mások előtt térdet nem hajtó, csak az ő Istenét imádó és magasztaló embert. Ezt kívánom szívemből. Amen.
fenn egy hegyen áll egy régi kereszt, jelképe ez a szenvedésnek. Hely nékem kedves, hol a tiszta és szent, minden bűnösért megölethet. Szívemben zárom emlékemet. Kedvesem vagy te minden, győzve koronát nem nyered. Átkarollak te régi kedved. Messze fenn egy hegyen áll egy régi kereszt, jelképe ez a szenvedésnek. E hely nékem kedves, hol a tiszta és szent, minden bűnösért I've got a
Drága jó atyánk, minnyájan Hámának vagyunk-e a szó bizonyos értelmében, minnyájan fölött ott uralkodik a gonosz, és szívünket elcsalja, és rossz irányba viszi, harcunkban pedig mégis van reménység a győzelemre, mert nem mi harcolunk, hanem te harcolsz életünk. A Krisztus, aki keresztre feszítetett, harcol a mi életünkért, amit ugyan el akarnánk magunknak csalni, de tudjuk most már, hogy az nem lehet a miénk. És csak akkor fogunk élni, ha Krisztusnak adjuk az életünket, ha oda szánjuk, ha neki adjuk egész valunkat. Köszönjük a Biblia történetének tanulságait, azt, amit Eszter könyvéből hallhattunk, légy segítségünkre átvinni a magunk életébe. Amen.